Ramil Szafarov, az azerbajdzsáni hadsereg hadnagya 2004-ben baltával megölt egy örmény katonát Magyarországon. A bíróság 2006 tavaszán előre kitervelt módon különös kegyetlenséggel és aljas indokból elkövetett emberülés miatt életfogytiglanra ítélte. Hazájában Szafarovot hősként ünnepelték, többször kérték a hazaszállítását, amit a magyar állam többször elutasított, majd 2012. augusztusában váratlanul változtatott az álláspontján, és átadta az azeri hatóságoknak. Annak ellenére, hogy az azeri kormány hivatalos levélben vállalta, hogy a büntetést nem alakítják át, az azeri elnök azonnal kegyelembe részesítette a baltás gyilkost, amikor ő hazaért. Az örmény elnök ezután bejelentette, hogy hazája minden diplomáciai és hivatalos kapcsolatot megszakít Magyarországgal. Szafarovot nem sokkal azután adták át, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, majd Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár is Azerbajdzsánba utazott, hogy a lehetséges gazdasági együttműködésekről tárgyaljon. A kormány kormány tagadta, hogy Szafarov hazaküldésének köze lenne bármilyen magyar azeri titkos megegyezéshez. Ugyanakkor az azeri elnök hivatali osztályvezetője szerint a döntés Orbán Viktor azerbajdzsáni tárgyalásai során született meg, és egy éven át tartó titkos tárgyalások előzték meg. Magyarországon is jelentős vízhangot váltott ki az esemény, a jobbik kivételével az összes párt kritizálta a döntést. Szafarov felmentését az USA külügyi és elnöki hivatal is aggasztónak nevezte. Amikor mindez már lezajlott, a magyar külügy jelezte Azerbajdzsán budapesti nagykövetének, hogy Magyarország elfogadhatatlanak tartja a kiadatási ügyben zajlott azeri eljárást, amely során Szafarovot elnöki kegyelemben részesítették. Az átlátszó írta meg évekkel később, hogy egy befolyás azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára részletekben több mint 9 millió dollár érkezett 2012-ben, éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri bajtásgyilkost.